Az egyiptomi magyar diplomáciai és gazdasági kapcsolatok évek óta reneszánszukat élik. A két ország között rendszeresek a magas szintű és operatív egyeztetések. Most is egy ilyenre utazott ki a köztársasági elnök vezette delegáció. Miután Székesfehérvár és Luxor kapcsolata jól illeszkedik a magyar diplomáciai törekvésekbe, Novák Katalin meghívására az egyeztetésekhez csatlakozott a fehérvári delegáció is, hogy testvérvárosi megállapodást kössön városunk Luxorral. Székesfehérvár számára is remek lehetőség az egyiptomi várossal való együttműködés, melynek kulturális, muzeológiai, oktatási és turisztikai aspektusai is lehetnek. Erről már a Luxor és Székesfehérvár között létrejövő testvérvárosi szerződés aláírásakor beszélt Cserpalkovics András. Beszéltünk kulturális, oktatási, különösen felsőoktatási, turisztikai és gazdasági együttműködési lehetőségekről. A polgármester hozzátette, a testvérvárosi kapcsolata nemzetek és népek kapcsolatában új perspektívákat nyithat meg. Testvérvárosok polgárai ugyanis közvetlen, személyes benyomásokat, élményeket szerezhetnek egymás kultúrájáról, értékrendjéről, nemzetéről és városáról. Ennek jelentőségét pedig a mai konfliktusokkal terhelt világunkban alig ha lehet eltúlozni. Az egyiptomi város kormányzója a megállapodás aláírásakor elmondta, egy szoros együttműködés kezdetét jelenti a szerződés aláírása. Egyben a két város előtt álló kihívások megoldásában is szerepet játszhat a megállapodás. Egy szorosabb tapasztalatcserét tesz majd lehetővé a szerződés. A testvérvárosi kapcsolatban a következő lépés az egyiptomi fél magyarországi látogatása lehet, hiszen Cserpalkovics András hivatalos meghívást is intézett Luxor vezetői felé.